Visszaállították a járványügyi korlátozásokat két németországi járásban is egy húsüzemben történt tömeges koronavírus fertőzés miatt. Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke közölte, egyelőre a hónap végéig állítják vissza a március-áprilisi időszakban megismert korlátozásokat, szükség esetén tovább is. A Tönnies Holdinghoz tartozó húsüzem a Gütersloh járásban található, a szomszédos Warendorf járásra is kiterjesztették a korlátozásokat. A cél a helyzet lenyugtatása, a minél több tesztelés, és annak megállapítása, a vírus átterjedte a lakosságra a Tönnies alkalmazottak révén, mondta Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke. A sertésfeldolgozó alkalmazottai között eddig 1550 fertőzöttet találtak. Elkapta a vírust a járásban 24 olyan ember is, aki nincs kapcsolatban az üzemmel. Az, hogy a szerződéses dolgozókat hibáztatják, nagyon rossz dolog, véli ez a szociális ügyekkel foglalkozó hivatalnok. Itt senki sem bűnös, csak áldozatok vannak. A 360 ezer lakosú járásban legalább a hónap végéig zárva tart a legtöbb üzlet, és minden hely, ahol sokan gyűlhetnének össze. Visszaállítják azt a szabályt is, hogy mindenki csak a vele egyháztartásban élőkkel tartózkodhat lakásán kívül.